Több mint 100 000 forint gyűlt össze a hétvégén megrendezett jótékonysági sportgálán, amelyet a Tiszta Szívvel Egyesületnek ajánlották fel a szervezők. A Balog Imsi sportarénában Bagi Mátyás, Csanádi Anita és Ménesi Helga mozgatták meg a sportolni vágyó adakozókat. Ajándék a testnek, tiszta szívvel. Ezt a címet adták a hétvégén megrendezett jótékonysági sportgálának a napszervezői. Az ötlet Bagi Mátyás cross-trainertől származik, aki elmondása szerint már több hasonló napot is megszervezett korábban. Hódmezővásárhelyen azonban ez volt az első alkalom. A befolyó adományok gazdája a városban a jótékonysági akcióiról már jól ismert Tiszta Szívvel Egyesület lett. Én nagyon bízok benne, hogy látom, egyre többen érkeznek, úgyhogy bízok benne, hogy nagyon sokan leszünk, és akkor ezzel nem csak tornázunk egyet még így karácsony előtt, mielőtt elkezdünk nagyokat enni, hanem akkor tudunk jótékonykodni is. Úgyhogy ez nagyon jó, mert tényleg a sport meg a jótékonykodás akkor itt tulajdonképpen egybeolvad. A rendezvény pedig beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Végül több mint 100 000 tornáztak együtt az edzőkkel. A megvásárolt belépőjegyek által pedig több mint 100 000 forint gyűlt össze a Tiszta Szívvel Egyesület számára. A sportnapot Juhász Tünde kormány megbízott nyitotta meg, aki saját bevallása szerint szintén Bagi Mátyással szokott együtt mozogni. Így karácsony előtt néhány nappal ennek a rendezvénynek az üzenetéből is azt szeretném kiemelni önöknek, hogy itt van egy olyan közösség, itt van egy olyan csoport, akikhez nagyon jó tartozni. Azok az edzések, amiket a Matyi tart rendszeresen hétről hétre, azok a közösségi élmények, azok a közös programok, azok egy olyan pluszt, egy olyan erőt adnak mindannyiunknak, amelyek segítenek a szürke hétköznapokban. Pihenés csupán a megnyitó idejére engedtek meg a szervezők az érdeklődőknek. A köszöntő szavak után elkezdődött a várva várt testedzés. A bemelegítésben Bagi Mátyásnak segítsége is akadt, méghozzá Kárász Anna kétszeres kajakvilágbajnok személyében. Ezt követően kezdődött a cross-training óra. Olyan manapság divatos gyakorlatokat mutatott be Bagi Mátyás, melyeket kényelmesen akár otthon is végezhetünk. A cross-training azért ugye lényegesen egyszerűbb, főleg egy ilyen rendezvényen, ugye saját súlya, saját testünkkel végzünk nagyon egyszerű gyakorlatokat, megtanulunk szépen szabályosan guggolni, kitöréseket csinálni, hasizmot erősítjük, ugye farizmokat, lábat egy picit, törzsizmokat, tehát gyakorlatilag föntről lefelé mindent át fogunk mozgatni. A cross-training órát a Feel Good tánciskola bemutatója követte, majd egy alakformáló aerobikon vehettek részt az érdeklődők. Végül a 2 órás intenzív mozgást Ménesi Helga útmutatásával zárhatták le, egy kellemes stretching, azaz nyújtás óra keretében.